felkészülésről. Igen, szóval. Egy-egy, mondják Moszkvából. Dobro jutro, mirovoj Kli, zdravstvo. Jó reggelt, drága Kli, jó reggelt, Rav. Сегодня мы хотели бы поговорить о трапезах на конгрессе, не об их. Mi reméljük, hogy hallanak bennünket. Ma a kongresszusi étkezésekről szeretnék mondani valamit. Трапезы ничуть не уступали. Nem is a menüről, magáról, hanem inkább ennek az egész folyamatnak, meg az étkezéseknek a belső érzéseiről, az étkezés önmagában egy sokkal belsőségesebb dolog lesz, mint normál hétköznapi étkezés. Az étkezések során ugyanis valóban, mintha egy leckén ülnénk, ugyanezt a szintet akarjuk elérni. Tehát arról szeretnénk beszélni, hogy hogyan fog a kongresszusban megtörténni az érkezés. Ez a kongresszusnak különlegesnek kell lenni, mivel a technikai oka van annak, hogy az ember, a nők és a férfiak szét lesznek választva estől érkezés közben. A női teremben TV képernyők vannak, ahol láthatják, hogy mi történik a férfiak termében. A férfiaké pedig egy négyzet alakú terem, ahol vonalakban vannak elrendezve az asztalok, egy színpaddal szemben, ez egy olyan hely, ahol kérdéseket feltenni, mikrofonok lesznek elrendezve, Rav előtt is lesz egy mikrofon, és még egy különleges dolgot el kell mondanom, hogy svéd asztalokat fogunk kirakni, azaz nem úgy lesznek az asztalok megterítve, tehát mindenki, ahogy a normál étterme van, mindenki kiszedi magának az ételt, és utána ültök le. Ezért egy állandó mozgás lehetséges a teremben, ugyanakkor viszont mégis csak egy pontnak, ahol együtt vagyunk mindannyian, tehát ez még egyszer négyzet alakú terem van, hatalmas képernyővel, és innen sugározzuk az étkezés alatt történteket. Ezzel kapcsolatban van néhány kérdésünk, Rafhoz. Az első kérdésünk, hogy hogyan kell figyelembe vennünk ezt az egyedi feltételrendszert, hogyan tudjuk kihasználni a lehetőséget, amit ez a kongresszus ad, milyen módon arra, hogy valóban ezt az étkezést is egy spirituális cselekedetté tudjuk emelni. Lajtman. Én nem gondolom, mondja Rav, hogy nekünk egy teljesen csendes étkezést kell csinálnunk, mivel hatalmas közönség, svéd asztallal, rengeteg új emberrel, akik nem tudják, hogy mit jelent pontosan spirituális étkezés, hogy kell helyesen viselkedni, hiszen a nők elvárják, hogy valami történne férfiak között, jogosan. Tehát nekünk egy élő, boldog étkezést kell megvalósítanunk, egy belső melegséggel. Tehát kijöhetnek csoportok a színpadra, nem csak Leheimot mondani, hiszen minden csoport mondhat valamilyen üdvözlést, hogy ők a saját helyükön hogy dolgoznak, mit csinálnak, akár a távol-keletről, Vlagyivosztokból, Kamcsatkáról, Irkutszból, egészen Szentpétervárig, ez egy kontinensnyi ország, vagy még nyugatabbra is akár. Észak-dél, tehát mindenki, minden csoport, akár a tengeren túlról is, hogyha eljönnek csoportok. Meg kell találnunk azt, mondjuk, hogy Üzbegisztán, Tadzsegisztán, Azerbajdzsán, Grúzia, lényegtelen, hogy kik és hogyan, de jussanak lehetőséghez, hogy kiálljanak a színpadra és elmondják a saját munkájukat az emberekkel. Hogy ők mit tesznek, hogyan teszik, amit tesznek, hogy dolgoznak együtt az emberekkel. Tehát röviden, nem kell ezt túl hosszan elemezgetni. Ezen a módon minden csoportot meg tudunk vizsgálni. Hogy milyen módon jutunk el a kongresszusra.
Tehát vannak olyan csoportok, akik egy-egy reprezentatív embert küldenek el hozzánk. A legfontosabb dolog, ami fontos a számunkra, az az, hogy Oroszországot átfogja mindez. Tehát nekünk nincs fontosabb esélyünk, hogy a csoportok bemutassák magukat, és hogy mit tesznek. Tehát ez egyfajta különleges prezentáció kell legyen az étkezés alatt. Én ezt gondolom, így kéne ezt csinálni. Na, Roma? Примерно еще половина вопросов была именно об этом. У нас объективно мы решили, у нас нет времени на представлять группы, потому что на фейн кердеш это на мегвалацолта. Tehát ugye nekünk a barátok találkozóit is meg kell szervezni. Az, ahol bemutatkozhatnak a csoportok, tehát nekünk nem nagyon van időnk. Tegnap az étkezéseken előtt, tehát tegnap bejelentettük, hogy 5-15-en jönnek Törökországból, Kanadából, egész Oroszországból jönnek barátok. Ugye ez egy hatalmas lehetőség az összes orosznak, én reméljük, hogy Szibériából is eljön mindenki, Kazaksztánból, Novoszibirszkből, Kijevből, Krasznojárszkból, Télokországból 15-en jönnek, ez egyetlen hely, ahol valóban ezeket a csoportokat be tudjuk mutatni, akkor ezek étkezés, bocsánat, akkor rosszul értettem, tehát itt lesznek ezek a speciális bemutatkozások. Tehát itt egy nagyon különböző helyzetek fognak történni, tehát a reggeli, az a lecke előtt van. Nem csak az első és második lecke között, a második és harmadik között lesz az ebéd, és a kapcsolati esték között lesz, előtt lesz a vacsora. Tehát mi a különbség a különböző helyzetek között reggel, délben és este? Hogyan tudjuk mi ezt különböző módon kezelni ezt az étkezés során? Tehát nyilvánvalóan lehet, hogy reggelente sokkal intimebb reggelit kéne csinálni, este sokkal aktívabbat kéne tenni. Hogy látja ön ezt? Reggel mondja rá, lehet sokkal érzelmisebb és csendesebb, este pedig lehet hangosabb egy kicsit. Ez egy természetes, az emberi természetnek megfelelőbb megoldás. Itt a zenét lehet hallgatni, énekelni lehet este, egész addig, amíg az ember valóban egy olyan érzékelést nem kap, reggelente, akár egy érzelmes, szentimentális módon is, ahogy a kapcsolat fontosságát érezze, és érezze azt, hogy a reggelte még egy kicsit alszanak, a reggelte nincs még helye az a kiabálásnak, a táncnak, és egy dolgnak. Tehát egy nagyon egyszerű belépés kell a napközbeni általános kapcsolatnövelésének az eléséhez, erre van a reggeli. Tehát reggel mondjára nyilván lehet, hogy csoportokat bemutatnánk el, nem lehet, ez túl sok. Lehet, hogy reggel, tehát mikor jön reggeli? Mindent megelőzően? Igen, tehát, hogy ha ilyesével tevelén mondjuk elkezdődik 9-kor, ami a leckére való felkészülés, akkor az étkezés az 8-tól fog kezdődni. Nem tudom, hogy arra. Tehát valami háttérzene kéne Bála Szulámtól, de nem a szomorúak, mondja rab. Embereknek nem szabad érezniük a saját szomorúságokat, az édességet kell érezniük. Ez úgy érezzük át azt, hogy az ő életükben van ez, és szerepel ez, és ezért én emlékszem, amikor először hallottam ezeket a melódiákat Kanadában, az én anyám. Éppen egy ilyen klub volt az alsó szinten, és akkor egy csecsemő is elkezdett sírni, valóban. Hát ez... ez nagyon régen volt már.
Tehát amit mondanak arról, hogy mindenki a saját természetének megfelelően fogja interpretálni ezeket. Tehát kell valami háttérzene, válaszolámtól, valami, ami megadja az embereknek a lehetőséget, és ez az időt arra kell felhasználni, hogy bejelentéseket tudjunk tenni, mindenféle dolgokat, amelyek majd érzelmek adnak az embereknek. Figyeljetek el róla, magyarok. Tehát, ha valaki mondanak arra valamit, akkor érzelmi módon teljesedsz meg, egy nyugodt, higgadt módon. Tehát meg kell adni az embereknek azt, hogy ebből az alvó állapotból, amit a reggel éreznek, be tudjanak lépni a napba egy nagyon sima átmenettel. Nem szabad ezért nagyon zajosnak lenni a reggelinek sem, és a reggel történő esivátávérének sem. Tehát az embernek egy belső találkozót kell szervezni. Tehát mindenképpen egy belső szívet érintő találkozónak kell lennie mindennek. És ennek megfelelően nem kell túl sok kiabálást, ugrálást elkövetni, hanem sokkal nyugodtabb és érzelmesebb dologba kell belépni. A Roma? В таком формате и планировали утро, что оно такое вот внутреннее. В связи с этим вопрос... Mi valóban a reggel ezt is fogjuk tervezni, mondja, nagyon belsőségesebb akarjuk tenni, és ennek megfelelően van egy kérdésünk az estékről. Annak érdekében, hogy ne zárjuk be magunkat, hogyan kell az estét megszervezni. Tehát az interneten keresztül is be kell kapcsolni csoportokat, Észak- és Dél-Amerikából esetleg, de este. Tehát ott, ahol tükörkongresszusok vannak, annak érdekében, hogy érezzék a világszerte a fontosságát mindennek. Én azt gondolom, hogy a válasz igen, nyilvánvalóan ezt egy szervezett módon kell csinálni. Tehát biztosítani kell, hogy a fordítás jó, minden működik. Ezt jól kell megszervezni, mert különben nem fog működni semmi. Tehát ki tudja, hogy mi történik, hogyan történik. Tehát én ezt elindítsítaném mindent, tehát még egyszer. Tehát tegyük meg ezt az ebéd alatt. A délben, a szünetek alatt, a kaják alatt, hogy valóban érezzük az áramlást, hogy ne törjük meg a kapcsolatot egymás között, és az általános helyzet valóban könnyed legyen, ne legyenek fordítási problémák, tehát nekünk akkor át kell most mennünk. Van még valami más, ami sürgős? Oké, befejeztük, rendben van. Akkor menjünk át a